Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Nemi identitás válsága című könyvemnek a bemutatóját. Külön köszöntöm Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk Mozgalom elnökét, Ince Bélát, a Légió Hungária képviseletében, és Téglás Imre életvédőt. Mielőtt belekezdenénk a könyvbemutatóba, úgy, ahogy pár nappal ezelőtt az első záskörű könyvbemutatón elhangzott, itt is szeretném elmondani, hogy gyakorlatilag az, hogy ez a könyv megszülethetett, az nem csak az én érdemem. Azért nem, mert minden egyes fiatal, aki a jobboldali utat választja, nagy hatással vannak rá a hazai szervezeteknek az aktivitása és mindennapi tevékenységei. Így az én életemben is, hogy ezt a nemzeti utat választottam, közrejátszott Sziva Balázs romantikus erőszak zenével, majd pedig Lácsba a Vetyársereg hogyan tesz rendet a cigányok közt, és a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomnak a Kárpát-medencében való tevékenysége, ez mind-mind hozzájárult az én identitásom megszilárdulásához. Úgyhogy gyakorlatilag az idősebb bajtársak, harcostársaknak ilyen formában köszönetet szeretnék mondani, és úgy vegyétek majd kezetekbe ezt a könyvet, hogy ez a ti érdemetek is, hiszen a ti munkátok nélkül talán én sem állnék most itt. Toroczkai Lászlót megkérném, hogy mondjon pár bevezető gondolatot. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és talán jobb is így, hogy nem az árt körül könyvmutatón fogok részt venni. Annál is inkább, mert tegnap szülői értekezleten voltam Szegeden, ami ugye az én esetemben elég ritka, mert hát az időmben sem nagyon férne bele, de én azt gondoltam, hogy nekem azért még így a választási kampány kellős közepén is el kell mennem egy ilyen szülői értekezletre, hiszen most már a legnagyobb lányom középiskolát elkezdte, és hát én ott egészen megdöbbentem ezen a szülői értekezleten, mert hogy jelentős részben arról volt például szó, hogy az osztályban nagyon sokan azzal foglalkoznak, hogy keresik a nemi identitásukat egészen konkrétan, és megmutatott az osztályfőnök egy olyan képet, amit a gyerekek rajzoltak, ahol egy mesefigura, vagy rajzfilmfigura, inkább úgy mondanám, szivárvány színű, ilyen alsónadrágban volt ábrázolva, és körülötte mindenféle általam már nem is ismert ilyen nemi meghatározások voltak. Ugye a queerig jutottam el, amit én queernek mondtam valami YouTube videóban, és ott a kommentelők kijavítottak, hogy kell ejteni. Hát abszolút nem érdekel, hogy kell ejteni, mert nem is akarom megtanulni, hogy queer vagy queer. Én nem is akarom megtanulni, mi ez az elmebetegség. Tehát konkrétan az a baj, hogy ott ültünk szülők, és egyébként a szülők, és ezt viszont nagy örömmel konstatáltam, hogy a szülők egyöntetűen megbotránkoztak ezen, és azt kérdezgették, hogy mit tehetünk mi szülők, hogy ezt elkerüljük, ezt az őrületet, és én utána este pont a lányommal vacsoráztam együtt, és ott a vacsorázás közben én csak elkezdtem neki mondani, hogy mi volt a szülői értekezleten, és akkor azt mondta, hogy fogadjunk, apa, hogy eddig azt hitted, hogy én túlzok. És mondom, igen, azt gondolom, hogy picit túloztál, amikor elmondtad, hogy itt milyen problémák vannak 17-15 éves diáktársadnál, és kiderült, hogy nem, a lányom nem túlzott, tényleg ekkora baj van. És akkor sok szülő föltette a kérdést, hogy mit rontottunk el. És én voltam az, aki néma csöndben ültem hátul, én csak figyeltem. És azon gondolkodtam, hogy nem az a kérdés, hogy mit rontottak el a szülők, hanem az a kérdés, hogy mit tehetünk. És hát az egyik, amit tehetünk, az, amit Vékony Csongor most tesz, amire nekem biztos nem lesz időm, hogy én most elmélyüljek, én most más gyakorlati feladatokat végzek a hazám, nemzetem szolgálatában. De hál' Istennek, hogy vannak közöttünk olyan harcostársaink, akik foglalkoznak ezzel is, akik ilyen könyvet írnak. Én a tévészékházasrom óta akarom a könyvemet befejezni, nem tudom mikor lesz kész, majd most nem is látok erre lehetőséget, hogy én könyvet írjak. Sajnos az előszóra sem volt időm, hogy megírjam ehhez a könyvhöz, de megmondom őszintén, hogy túl azon, hogyha lett volna időm, nem is feltétlenül gondolom, hogy én vagyok a szakavatott személy, aki előszót ír egy ilyen könyvhöz, mert én azért elkezdtem olvasni a könyvet, még digitális formában, amikor átküldett, hogy nézzük meg, és nagyon sok új dolgot mondtál nekem. Független attól, hogy van közöttünk egy nemzedéknyi korkülönbség, remélem nem látszik, de az a helyzet, hogy valószínűleg Csongor tudna engem tanítani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mert amikor az én politikai pályafutásom elkezdődött a 90-es években, akkor ez a téma, ez egyáltalán nem volt vezető téma. Tehát sokkal érdekesebb téma volt számunkra, mondjuk a zsidóság kérdése a 90-es években, ez mára szinte háttérbe szorult. És egyébként azt látjuk, hogy ez a gender lobby, ez most már mindennél erősebb. Tehát hova tovább még a zsidósággal kapcsolatos kérdést is háttérbe szorította. Mindennél erősebb. Merem állítani, hogy a kormányokra, sőt talán a kormányokban ez most már brutálisabban jelen van, meg hát nyilván vannak ilyen információim is, hogy brutálisabban jelen van ez a téma, ez a kör, akár a Fidesz, akár a balliberális pártoknál, mindegyiknél, kivétel nélkül, kőkeményen a Mi Hazánk Mozgalom, hát a vezetőségét tekintek, most nagyon reméltek az egyetlen kivétel, és gondolom a tagság is ezek után remeteg kivétel lesz. Számunkra ez nem volt kérdés. Ezért gondolom, hogy például Vékony Csongor komolyabb szaktekintély lehet ebben a kérdésben, mint én, mert ez nem volt korábban kérdés. De mára ez olyan fontos kérdéssé vált, hogy nem véletlen, hogy nálunk is az ifjak, az ifjúsági szervezetünk foglalkozik ezzel jobban, mint mi a gyerekeket nevelő szülők, mert hogy ez mára, és ezzel pontosan tegnap szembesültem, ugye a Jóisten tervez helyettünk, mert nem tudtam, hogy éppen a mai könyvbemutatón tudok itt lenni, de pont így jött össze, hogy tegnap egy ilyen szülőértekezleten voltam, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én kaptam egy ilyen kis útmutatást, hogy ez mennyire fontos, ez a könyv, és mennyire fontos ez a misszió, amit Csongorék ezzel fölvállaltak. Azt hiszem, hogy a következő évek legfontosabb témájává vált, és nekem, mint egy politikai erővezetője, egész éjszaka azon járt az eszem, ahelyett, hogy aludtam volna, hogy mi az, amit tehetünk. És aztán örömmel láttam, és ezzel be is fejezem, mert ahogy mondtam, itt most nem én vagyok a fontos, hanem Csongor. Aztán örömmel konstatáltam, hogy a Virradat programban mi azért már találtunk erre megoldásokat. Az egyik a gyermekmozgalom visszahozatala, bár ebben is radikális vagyok, mert a Virradat program írásánál azért demokratikus út volt, és ott egy ilyen opcionális lehetőségként szerepel. Én ezt nem így képzeltem, tehát ezt átírták a nyomda előtt. Én mondtam, hogy ehhez én ragaszkodni fogok, hogy ennek csak úgy van értelme, hogy ez úgy lesz, és tudom, hogy ez szörnyen hangzik, utoljára az én gyerekkoromban, a tiétekben már nem volt ilyen. Én ugye az utolsók között tanultam oroszt, még az iskában, ami még persze lehet, hogy jól jön, de nem csak az orosz tanulás, hanem én még úttörő voltam és kisdobos. És pontosan tudom, hogy nekünk, nekem, és mindenkinek, aki az volt annak idején, független attól, hogy totál antikommunisták vagyunk gyerekkorunk óta, mégis egy csomó kellemes emléket hordoz, mert kisvasút volt, közösségélmény volt, engem az Alkamáti laktanyába vittek gyerekként, a mókusőrs vezetője voltam, tankra másztunk, katonák akartunk lenni kisfiúként, tehát tudtuk, hogy mi egy kisfiúnak a feladata, és elképesztően boldogok voltunk. A lányok is tudták, és nagyon boldog volt mindenki, és közösséget építettünk. Úgyhogy például az egyik nagyon fontos dolog, amiért harcolni fogok, és mondjuk például, hogy a parlamentbe kerülünk, az első dolgok között lesz, amit be fogunk adni, az a gyermekmozgalom. Tehát, hogy a gyerekeket ne az okostelefon nevelje, és innen jön, és tényleg befejeztem, a saját tapasztalatom az, hogy az algoritmus okozta, mert elkezdtem ugye kutatni, hogy a gyerekeknél ez hogyan jött, és az algoritmus. Tehát, hogyha kikapcsolod a sütiket, és hagyod magad az algoritmusnál például vezérelni, bármelyik közösségi médiánál, a TikToktól kezdve a YouTube-ig, a Facebookig elkezdi tolni ezt a genderelme őrületet a gyerekeknek, a fiataloknak. És ezek a 14 éves fiúk 5-ből 4 nem normálisnak, tehát mit tudom, heteroszexuálisnak, ahogy szokták mondani, bár ezt nem szeretem használni, tehát nem normálisként definiálta magát ebben az osztályban. Tehát 5-ből 4. Ez nagyon brutális. Tehát ez engem így fejbe kólintott, és erre ez a megoldás, hogy ne az okostelefon nevelje, hanem napi szintű gyermekmozgalom. És persze hazafias nevelés, nyilván nem úttörő, tehát nem kommunista nevelés, de egyébként a kommunisták a cserkészet másolásával hozták létre. Amit én átvennék, ami az úttörőkre jellemző volt, az, hogy ez ne választható legyen. Tehát a gyerekek, amikor a iskola után mennek, akkor először, hogy ne az utcán, meg ne az okostelefonon, hanem menjenek a gyermekmozgalmi életbe. És mindig el szoktam mondani, hogy még 64 vármegyés voltam, és hát most is az vagyok, csak ugye szívemben, de akkor ugye vezető voltam, a nemzeti gyerektáborok miatt találtam én ki ezt, hogy vissza kell térni a gyerekmozgalomhoz, mert ott teszteltük, hogy a gyerekektől elvettük az első nap a elektronikai eszközeiket, második nap elvonási tüneteik voltak, és utána viszont már elfelejtették 3 nap után. Egy hét múlva nem kérték az eszközeiket. És ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha visszaadjuk nekik azt a közösségi élményt, ami rájönnek, hogy 100-szor jobb, mint a világháló. Úgyhogy ezt gyerekkorban el kell kezdeni. Ehhez csodálatos útmutató lehet például Csongor könyve, úgyhogy óriási misszió, amit Csongor végez. Köszönöm szépen. Gratulálok hozzá. Köszönöm a kedves szavakat. Mielőtt belekezdenénk az egész témakörbe, még Tomi, megkérlek, hogy nézd rá, hogy működik-e a mikrofon, be van-e kapcsolva. Azért fontos technikai eszköz. Köszönöm szépen. És akkor bemutatom Liviács, a Mi Hazánk ifjai képviseletében, ő fogja nekünk feltenni a kérdéseket a könyvvel kapcsolatban, én pedig állok rendelkezésére, az egész eseményt követően pedig bármelyik őtök kérdésére személyesen most választ kaphattok tőlem. Tehát először is ugye nagyon fiatalon már sikerült kiadnod egy könyvet, és ugye ez nem megszokott az ilyen korosztálytól, és azon az első bevezető kérésem pontosan, hogy miért is érezted úgy, hogy 24 évesen már ki kell adnod ezt a könyvet? Igen, kapom most elsődlegesen baloldalról a kritikát, hogy hogyan merészeltem én 24 évesen egy ilyen könyvet megjelentetni. Nyilván a baloldali embereknek nem az a fő problémája, hogy fiatalon íródott ez a könyv, hanem hogy egyáltalán megíródott. Tehát 72 évesen is írhattam volna a könyvet, akkor is ugyanez lenne a problémájuk. Hogy ilyen fiatalon ebbe az egészbe belekezdtem, a gender fogalmával, ugye mint elmélettel, ideológiával, én 2016-ban találkoztam az egyetem falain belül. Ugye Nyírbátorban nőttem fel, vidéken, ez még abban az időben sem volt egyáltalán téma. És amikor megismertem a gender fogalmát, és kicsit elkezdtem belelátni, hogy ez a lobby, ez milyen mértékeket vett elsődlegesen Nyugat-Európában, akkor 2016-ban eldöntöttem, hogy szakdolgozatomnak a gender ideológia hatásai a keresztény családra címet adom. Tehát így született meg 2018-ban ez a szakdolgozat, viszont ahogy kutattam a témakört, vettem észre, hogy gyakorlatilag Gabriel Kuby, Margaret Peters, mint nyugati keresztény filozófusok nagyon jó könyveket tettek le az asztalra, de ez pusztán 1-2 könyv. A hazai irodalom pedig nem is létezett, pusztán ezeknek a könyveknek a magyar nyelvű fordítása. Úgyhogy egy ilyen célom is volt ezzel, hogy elsőként jelentessek meg egy ilyen könyvet Magyarországon. Most Szilvai Gergelynek megjelent 2020-ban egy könyve, a Gender elmélet kritikája címmel. Ez egy jobboldali könyvként elmondható róla, hogy az első ez lett végül Magyarországon, úgymond megelőzött engem, nincs is ezzel semmi probléma. Rendkívül jó könyv, ajánlani tudom, én is nagyon sokat idézek belőle a könyvemben. Viszont érződik az a Fidesz közelisége, hogy ugyan objektíven elemzi jobboldaliként az egész témakört, viszont nincs benne az a jobboldali radikalizmus, és hiányzik a könyvből egyfajta útmutatás. Ilyen formában az is egy nagy különbség lehet, hogy míg ő is baloldali és jobboldali gondolkodóktól is idéz. Hát például az biztos, hogy az ő könyvében nem jelenik meg Szálasi Ferenc vagy Adolf Hitlernek a neve, miközben az én könyvemben az ő munkásságukra is kicsit kitértem. Ugyan nem ez a központi elem, de mint a 20. század meghatározó politikusai, például a kulturális marxizmusnak a megállítása a Németországban, ilyen tekintetben feltétlenül kellett erről is írjak. Ami miatt végül 24 évesen tényleg úgy döntöttem, hogy ezt a könyvet kiadom, amikor én kutatni kezdtem a témakörben, több mint 100 könyvet kellett elolvassak ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen alapszintű tudást magamévá tehessek. És az lenne ezzel a könyvvel a célom, hogy egyrészt most, hogyha kezébe veszi a fiatal ezt a könyvet, akkor egyetlen egy könyv elég legyen az alaptudás megszerzéséhez, és pont azért szerepel a könyvben több mint 500 lábjegyzet, hogy ez adhasson egy olyan alapot is számára, hogyha akarja, ezt a tudását kibővítheti, és remélem, hogy egy bátorítást is ad a fiatalok számára, hogy merjenek még hasonló témákban kutatni, és ehhez hasonló őszinte igazsággal írt könyveket megjelentetni. Viszont azt, hogy 24 évesen most 2022-ben ez a könyv megjelent, ez már most késő. Ugye egy Toroczkai Lászlótól hallhattuk, hogy a 90-es évek fő problémája az nem a gender kérdés volt, de hogyha csak Magyarországon megnézzük a folyamatát ennek a terjedésnek, ugye itt sorolnám, 1998-ban megjelent Budapesten, Magyarországon ugye az első Pride vonulás. 2003-ban az első nem változtatás, 2009-ben azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata, 2011 Slut Walk, 17 WC-fülke forradalom, MeToo mozgalom, 19-ben ugye a szivárványos rongyot jelenlegi főpolgármesterünk kitette a Városházára Zuglóban, 2020-ban pedig az LMBTQ mesekönyv is megjelent. Tehát ez egy olyan történet, így az elmúlt 10-20 év történetét, hogyha most így szavakba sorakoztatjuk, hogy már a 2000-es évek elején meg kellett volna jelenjen Magyarországon egy ilyen könyv, tehát úgymond az időhívó szavának engedelmeskedve vállaltam magamra ezt a munkát, és bízom benne, hogy ennek eredménye is lesz, és megmutatja majd a helyes utat azoknak a fiataloknak, akiket ez a korszellem a helytelen irányban befolyásol. Most áttérnék egy kicsit a könyv keletkezésére, hogy pontosan el tudnád-e mondani, hogy milyenek voltak a munkakörülmények, vagy mennyire volt nehéz esetleg megírni a könyvet, vagy ilyesmi. Ugye 2018-ban a szakdolgozatomat befejeztem, 19-től pedig kezdtem mélyebben beleásni ebbe az egész témakörbe, és ahogy mondtam az előbb is, ehhez több mint 100 könyv elolvasása kellett. Nyilván itt nem csak jobboldali művekről beszélhetünk, hiszen a gender elméletnek a részleteit, hogy megismerjük, ahhoz baloldali szerzőktől kell olvasni, és hogy visszatekintünk a liberalizmusi, felvilágosodási, vagy akár az ókori, középkorig, hogy ez az erkölcsi romlás ez hogyan volt jelen a bizonyos korokban. Ezért számtalan olyan baloldali könyvet kellett elolvasnom, ami hát gyomorforgató volt, és elég nehezen boldogultam velük. Éppen ezért kikapcsolódásként persze nem csak a témához kapcsolódó könyveket olvastam, hanem egyéb könyveket is. Nálam ez úgy néz ki, hogy ha kezembe veszek egy könyvet, akkor oldalszámonként ugye, hivatkozva az adott idézet, ami nekem tetszik, azt ilyen füzetekbe kezdem el kigyűjteni, kézzel írva. Így egy évben körülbelül 60-70 könyvet sikerül elolvastak, és így gyűltek ezek a papíros jegyzetek. És amikor úgy éreztem, hogy már végre elég tudás összegyűlt, akkor kezdtem el ezeket felvinni szépen számítógépbe, és ott a fejezeteknek megfelelően valahogy úgy, hogy összeillő legyen a gondolatmenet, ezt megalkotni, hiszen az összeállítása, de egyébként a tördelés és minden munka, ami a könyvben egyébként szerkesztői feladat is lenne, azt is próbáltam magamra vállalni, hiszen hát meg kellett húzni a pénztárcát, és ez nem pártpénzből, tehát nem kampánypénzből, és nem is az állam támogatásával jött létre, hanem önköltségen jelent meg, így igyekeztem ezeken spórolni, de szerencsére azért bajtársak közt vannak jó grafikusok, akik ezt a remek borítót is meg tudták nekem szerkeszteni. Korábban már beszéltél ugye a lábjegyzetekről, és pontosan arra szeretnék rákérdezni, hogy észrevehető a könyvben, hogy 130 oldalba össze van pontosan több mint 500 lábjegyzet sűrítve, és hogy esetleg ezt ki tudnád-e fejteni pontosan, hogy jöhetett ez így létre. Illetve azt is mondtad, hogy a bal oldaltól is idéztél, és pontosan miért is, és hogyha idéztél is, akkor milyen arányban sikerült. Ugye a normalitás, amit mi képviselünk, az örökérvényű igazságokból ered. Most ezzel szemben a baloldal nyilván azt állítja, hogy mindenkinek van egy saját erkölcse és egy saját igazságossága, és hogyha én fogom a saját gondolataimat a normalitásról, és hivatkozások nélkül írom le azt egy könyvbe, akkor könnyen mondhatják, hogy ez az én kitalációm, úgy, ahogy nekik is van számtalan kitalációjuk az igazságosságról és az erkölcs fogalmáról, és pont azért vettem ennyi idézetet, hogy nálam jóval tapasztaltabb és nagyobb gondolkodók szavaival támasztam alá a mi igazságosságunkat. A baloldal részéről pedig elengedhetetlennek tartottam, hogy az eredeti műveken keresztül mutassam be azt, hogy hogyan is jutottunk el tényleg a felvilágosodástól elsődlegesen a napjainkban odáig, hogy most már gyermekeken végeznek nem váltó műtéteket szüleik tudta nélkül. És ezt a folyamatot ezt úgy tudom objektíven és reálisan bemutatni, hogy nem a második és harmadik rendű könyvből hivatkozok, hanem előveszem John Stuart Millnek a könyvét, Karl Marxnak a könyvét, vagy napjainkban egy Szlávai Zsizsek könyvét, és abból szó szerint idézem, amiket ők állítottak, és ebből vonom le a tanulságokat, a következtetéseket, összefüggéseket, hiszen ez nem egy természetes reakció, amit végbe ment az elmúlt 200-300 évben, ez az identitás pusztító folyamat, hanem egy mesterségesen kreált és megtervezett folyamat, amit meg kell érteni, hogy hogyan is vezethető le már a klasszikus liberalizmustól és az eredeti marxista irányból. Tudjuk, hogy most már az akkori irányvonal az nem egyezik a mostanival, de mégis van egy átívelő folyamat, amit feltétlenül meg kell érteni ahhoz, hogy elgondolkodjon még az átlagember is azon, hogy talán mégsem olyan ártatlan ez az LMBTQ közösség, talán mégsem ők az üldözöttek, hanem tényleg Nyugat-Európában már a keresztény ember van megbélyegezve, és egyre jobban itthon is, hogyha azt állítja, hogy a család fogalma az egy apa, egy anya és a gyerekek. Ugye említetted azt is, hogy olyan emberektől is idéztél, akik nem túl megszokottak könyvekben, például értem Hitlert mondjuk, és hogy nem félsz esetleg a megbélyegzéstől, hogy mertél a könyvedben írni róla? Hát már kapom az ívet, az a helyzet, tehát az elmúlt egy héten már rengeteg Facebook csoportból kitiltottak, pedig csak a könyv borítója volt benne, tehát tartalmáról nem is tudhattak, illetve könyvbemutató helyszínkeresése közben már kulturális központból is kitiltottak, és volt olyan rádió, amely kezdetben úgy volt, hogy bevállalja az interjút, aztán mégis féltek ennek a könyvnek teret adni, úgyhogy már kapom ezt az ívet, de az a helyzet, hogy ahogy elmondtam, ha az ember már keresztény, nemzeti érzületű, és bármilyen ellentétes gondolatot megfogalmaz, ami a jelenlegi korszellemmel ellentétes, akkor már megkapja a megbélyegzést. Tehát tök mindegy, hogy a könyvemben szerepel Adolf Hitler vagy nem, így is úgy is megkapjuk a náci bélyeget, tehát nem szabad félnünk. Ők a gender lobby háttéremberei, gondolkodói eljutottak odáig, hogy most már európai parlament és ENSZ szinteken tagállamokra erőltetnek, és így az átlagemberre erőltetnek olyan dolgokat, amiket nem akarunk. Tehát ezzel szemben nem lehet félelmünk, hogyha most nem szállunk szembe szókimondóan, radikálisan, intoleránsan, politikailag inkorrekt módon, akkor azt segítjük elő, hogy az európai embertípus az kipusztuljon. Hiszen a nemi identitás válsága, ez a betetőzése az identitás fosztásnak, ugye a vallási és nemzeti identitást követően. Úgyhogy ezzel szembe kell szállnunk, és ez még mindig csak egy könyv. Emiatt persze meg fogom kapni ezt a megbélyegzést, de nem azt írtam le benne, hogy menjünk az utcára, és ott, hát nem is folytatom ezt a mondatot, hanem csak egy alapot fektettem le, amivel egy tisztánlátást próbálok még a baloldaliak elé is tárni, hiszen nekik is egy teljesen új szemszögből igyekszem bemutatni ezt a kérdéskört. Rendben, akkor most áttérnék pontosan a fejezetekre egy-két kérdéssel, és az lenne itt az első kérdés, hogy pontosan miért úgy kezdődik a könyv, hogy a liberalizmus minden baj forrása. Igen, itt azért vannak ilyen fejezet címek és alcímek is, amik kiverik a biztosítékot a baloldalnál, de nincs is ezzel semmi probléma, hogy miért kezdem a liberalizmussal, hiszen említettem, hogy a klasszikus liberalizmus és a jelenlegi posztliberalizmus az teljesen két külön dolog. Mégis, hogyha a könyv tartalma is, ugye miről szól a könyv, 5 fejezetben a liberalizmusról, a házasság fogalmának kiforgatásáról, a feminizmusról, a homoszexualitásról, és így érünk el a gender ideológiáig. Tehát, hogyha ezeket a témaköröket megnézzük, hogy hol kezdtek jogilag kibontakozni, akkor ez mind Franciaországba tehető, és az 1789-es francia forradalomhoz köthető. 1791-ben, amikor bevezették a polgári házasságot, akkor kezdték meg a házasság valódi fogalmának az első kiforgatását, és így jutottunk el később már a melegházasság fogalmáig, és ki tudja, hogy ez az egésznek hol lesz a vége. De szintén Franciaország, és ugyanúgy az 1790-es évek, 92-ben ugye engedélyezték a vállást, majd az első feministák, ugye nyugaton az agresszív, szélsőséges feminizmus ott kezdett szintén kibontakozni 1791-ben, és 1792-ben szintén Franciaországban a homoszexualitást is legalizálták. Ezek kezdeti lépések voltak, akkor talán úgy gondolták, hogy nem lesz ebből semmi probléma, aztán látjuk, hogy ezek gyakorlatilag automatikusan nyitották meg a következő hullámok, a következő ajtókat, és így jutottunk el a feminizmusnak is most már 4. vagy 5. hullámáig, és a homoszexuális tekintetében is az LMBTQ stb. Lobbyig, amikor azt sem tudjuk, hogy hány szexuális orientáció vagy pedig identitás létezik az ő felfogásuk szerint. De ezt is egyébként nagyon jól mondta a Toroczkai László, hogy nem is nagyon kell ezzel tisztában lennünk, hiszen a 1968-as francia szexuális forradalomnak a kulturális marxistái és ezek a suhancok, akik ott tudatmódosító szerek következtében véghez vitték ezt a forradalmat, most az ő kitalációjukkal nekünk úgy különösebben nem kell foglalkozni, annyit kell pusztán lefektetni, hogy mi a helyes irány és mi a helytelen. Tehát óvodákban is, mert most már ugye idáig jutottunk, kicsit így ugrálok a könyvbe, de ezt most úgy érzem fontos elmondani, hogy óvodákban tényleg, meg iskolákban, ahogy beviszik ezt a gender lobbit, és próbálják rákényszeríteni a fiatalokra ezt az egészet, hát elképzelhetetlen volt, hogy idáig jussunk, most pedig gyakorlatilag törvényt alkotnak annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. A liberalizmus minden baj forrása, ezt azért is adtam ezt a címet, mert itt a felvilágosodásra kicsit, ha visszatekintünk, szembeállították a Istennel ugye a tudományosságot, de gyakorlatilag Istennel mindent ekkor szembeállítottak, és az embert Isten helyébe tették, királyokat letaszították a trónjaikról, és az embert mindenhatóvá nevezték ki. Hogyha gyakorlatilag a felvilágosodás korából Rousseau filozófiája nem fogalmazódik meg, és a Jakobinus diktatúra nem következik be, hiszen Rousseau gyakorlati megvalósítását képzelték ott el, akkor ugyanígy lehetne folytatni ezt a sort, hogy ugyanezen a Rousseau-i és Jakobinus vonalon születtek meg később a tanácsköztársaságok. Tehát fel lehet építeni egy ilyen láncolatot, és ezekre az összefüggésekre próbálom rávilágítani, hogy megértsük azt, hogy itt kezdetben, ugye szokták mondani, hogy a klasszikus liberalizmus, akkor még nemzeti és keresztény szemlélettel gondolkodtak Magyarországon is, Európa szerte is, és van ebben igazság, persze, hát nem írtják csak úgy egyről a kettőre ki az emberből az istentudatot, viszont azok a klasszikus liberális gondolkodók, akik még hitték az Istent és a hazáért cselekedtek, gyakorlatilag őket, akik a háttérből irányították ezt az egész kibontakozást, ugye liberális és marxista tekintetben, ők gyakorlatilag bábokként játszottak velük. És ez a fő probléma a francia forradalommal, hiszen ott tényleg egy olyan helyzet állt elő, hogy az emberek éheztek, rossz körülmények között éltek, gyakorlatilag az életben maradásukért lázadtak fel, de őket, mint úgy átlag embereket, akik bele sem gondoltak, hogy egy életellenes ideológia társult a forradalomhoz, bábokként irányították, és ugyanez játszódott le 1968-ban, vagy akár napjainkban is mondhatnánk, csak most a Covid-ot említve. Rendben, akkor még egy alpontjára rákérdeznék ennek a fejezetnek, ugyanis van egy ilyen, hogy a keresztény nem lehet demokrata, és pontosan ezt hogy is érted, és ebben ki tudnád fejteni? Igen, vannak ilyen kitekintések, amik nem feltétlenül kapcsolódnak a gender témájához, de mint liberalizmusról írva feltétlenül ki kellett erre is térnem. Hát, hogyha megint csak az örökérvényi igazságokat vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy mind az állatvilágban, mind akár tényleg Isten, angyalok, vagy pedig az egyházi felépítésben, akár a középkorban, mindenütt a hierarchikus rendszer dominál, csak ez egyedül az életképes. Hogyha pedig a keresztény ember azt látja, hogy amit Isten teremtett, az a helyes és követendő, hogyha azt látjuk, hogy minden hierarchikus renden épül fel, akkor egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy egy keresztény magát demokratának tartsa, hiszen az egyenlőség elfogadása szintén szembe megy az örökérvényi igazságokkal, a természet törvényeivel. Egy pár oldal szentelek egyébként ennek a fejezetnek, és ezen belül igyekszem magát a demokrácia fogalmát is meghatározni, vagy hogy egyáltalán létezette, vagy létezik-e bármikor olyan, hogy demokrácia. Itt csak tényleg pár oldalon keresztül elmélkedem erről. Nem ez a fő témája a könyvnek, de bele kellett tegyem, úgy érzem. És a másik meg, hogy még ezt azért fontosnak tartom, hogy a liberalizmus, hogy összefonódott a demokráciával, és a liberális demokrácia valósult meg, így akkor az eredeti demokráciáról arról tényleg nem beszélhetünk semmilyen formában, de az, hogy ők mégis demokráciát és szólásszabadságot hirdetnek, ugye most már ebben a posztmodern korban, és eközben minket megbélyegeznek, ellehetetlenítenek, gyakorlatilag egy kulturális diktatúrát építettek fel. Ez egy olyan álszentséget mutat náluk, amit akaratlanul átvesz a jobb oldal is. Hogy értem ezt? Hogy a jobb oldal pedig azt hirdeti, hogy milyen rossz emberek a baloldaliak, hiszen minket elnyomnak. De az az én véleményem, és ezt így őszintén le is írom a könyvbe, hogy ami életellenes gondolat, azt csirájában kell elfojtani. Tehát én elengedhetetlennek tartom azt, hogy mind a média tekintetében, mind az intézmények tekintetében, tehát óvodák, iskolák, parlamenti működés tekintetében egy az egyben be kell tiltani minden egyes olyan gondolatot, ami életellenes, és vannak még napjainkban olyan országok, ahol a homoszexuális propagandát igenis halállal büntetik. Ez egy jó zárszó lehetett a következő kérdéshez. Igen, a második fejezetre rátérnék, hogy pontosan ugye az a cím, hogy a házasság fogalmának kiforgatása, és hogy ez hogyan is kapcsolódik a könyv témájához, és mit is jelent ez pontosan. Ugye röviden vázoltam, hogy 1789-ben a francia forradalom következtében, ahogy bevezették a polgári házasságot és a vállásnak teret adta, majd későbbiekben a feminizmus megadta azt a gondolkodásmódot, amikor már a nőnek gyakorlatilag nem kell férje legyen, nem kell gyereke legyen, hanem elsődleges a pénzszerzés és a karrierorientáció. Ez egy család romboló hatást produkált már ott a 18. század végén. És innentől jutottunk el tényleg a házasság kiforgatásának betetőzéséig a melegházasság fogalmával. A fejezetben egyébként említem, röviden kitérek a protestantizmusra is, mint külön vallási felekezetnek a megjelenésekor. Ők nem határozták meg szentségként a házasság fogalmát, és pont emiatt volt szükség annak idején a Tridenti Zsinatban mindezt leírni. Tehát egy nulladik pontjaként, a házasság fogalmának kiforgatásaként lehet itt idáig is visszanyúlni. Erről írok ebben a fejezetben, de mint örökérvényi igazságoknál visszanyúlok egészen az állatvilágig, mint hogy Isten teremtette a földet és teremtményeit, muszáj megvizsgálni, hogy az állatvilágban mi tapasztalható. Azt látjuk, hogy az emlősöknél és elsődlegesen a madaraknál is a gyermekük, ugye utódjaik felneveléséig együtt maradnak a párok, és ez most nálunk embereknél sajnos már egyre inkább úgy néz ki, hogy ha bármilyen apró probléma van, akkor megtörténik a válás, ami a család és a gyermek ellen való. Persze az állatvilágban nem csak ez a monogám jellege megfigyelhető, hanem ugyanígy megfigyelhető, hogy a hím dominál, és ugye akkor a hím dominál, és minél több nőstényt tesz magáévá. Ezzel nincsen probléma, hiszen állatvilágról beszélünk, ahol az ösztönök irányítanak. Viszont az, hogy a nálunk embereknél, az Istentől kapott szabad akaratunknál fogva megválaszthatjuk, hogy az erkölcsös utat választjuk, vagy pedig az erkölcstelent, itt napjainkban látjuk azt fiataloknál és időseknél egyaránt, hogy mind a férfiak, mind a nők elkezdik gyűjteni és számolgatni, hogy vajon az éjszaka folyamán vagy a héten kivisz több nőt vagy több férfit haza. Na ezzel azért van probléma, mert ez a szabadosság, amit megint csak a liberalizmus hirdet, ez magának az ösztönöknek való behódolás és az ösztönöknek való rabszolgaság. Tehát a valódi szabadság az pont az volna, hogy tudunk parancsolni ezeknek az ösztönöknek. Ezek a bevezető gondolatai így a házasság témakörénél elsődlegesen. Majd nyilván folytatom akkor, ha már említettem a monogám házassági jellemet, a poligámiára is kitérek, csoportházasságra és a házasságnak több olyan típusára, alfajára, amit keresztény ember nem fogadhat el házasságnak. Hogyha megnézzük csak azt, hogy a csoportházasság és poligámia az elsődlegesen mikor és hol volt, működőképes sehol nem volt, de hogy hol tudott megjelenni, akkor azt láthatjuk, hogy a középkorig Európa szerte is beszélhettünk róla, de már az ókori filozófusok is azt ismerték el, hogy a monogámia egyedül az életképes családmodell, és hogyha megnézzük a jelenlegi, vagy az elmúlt egy-két évszázad Afrikáját, ahol szintén a csoportházasság még mindig él, akkor egyértelműen megmutatkozik, hogy nem a kereszténység, ami azt hirdeti, hogy a monogámia az életképes és egyedül elfogadható házassági típus, hanem pont ellenkezőleg, ahol a monogámia ugye meg tudott maradni, ugye hosszú időkig, azoknál a népeknél látható, hogy sokkal jelentőségteljesebb dolgokra hivatottak. Tehát gyakorlatilag a monogámia teremtette meg ezt a kultúrát, és nem a keresztény kultúra teremtette maga a monogámiát. Erre is úgy gondolom, hogy fontos rávilágítani. És hogyha megnézzük akár napjainkban, most talán aktuális lehet, hogy érkeznek a bevándorlók, mint más vallású és egyben más rassztípusú emberek. Az ő vallásukban ugye több nejűség is elfogadott elképzelhető, ahogy Szaúd-Arábiában és több Ázsia és ez a közel-kelet országaiban a poligámia még mindig működőképes, de azt látjuk, hogy egyre inkább kihalófélben van a poligámia, méghozzá azért, mert hát egyrészt a férfi nem tudja eltartani a sok feleséget, másrészt pedig a nők féltékenyek, és emiatt nagyon sok gyilkosság vagy öngyilkosság történt. Tehát még van számos oka annak, hogy miért is nem tudott hosszú távon fennmaradni más házassági típus, de a könyvön belül le kell szögezni, hogy a monogámia az egyedül elfogadott, le kell szögezni a család egyedül elfogadható fogalmát és a házasság egyedül elfogadható fogalmát, hiszen a melegházasság és a szivárványcsalád az nem állja meg a helyét a tekintetben. Akkor áttérnék a harmadik fejezet kérdésére, ami ugye a feminizmusról szól, és pontosan az lenne a kérdésem, hogy megemlíted, hogy ugye több hulláma volt a feminizmusnak, és az első hullámba tartozik a megérdemelt jogok, és hogy a nők most már szavazhatnak, dolgozhatnak, ez jelenleg problémát jelent, vagy lehet ez pozitívan, vagy negatívan felfogni? Az akkori időben, amikor a feminizmus még csak kibontakozott, és egyben a liberalizmus is kibontakozott, akkor még ugye elképzelhetetlen volt az, hogy egy nő szavazhasson, de ugyanúgy elképzelhetetlen volt az, hogy a királyokat felváltsa egy köztársaság vagy demokrácia, tehát akkor nem volt ennek ott a helye és az ideje. De hogy a feminizmusnál miért is fogalmazok úgy, hogy az első hullám a megérdemelt jogok, meg kell először is vizsgálni azt, Ugye a feminizmusra az elsődlegesen én negatív fogalomként tekintek. Ennek az az oka, hogy már a kezdet-kezdetén is nyugaton egy agresszív, szélsőséges feminizmus mutatkozott meg. Angliát, hogyha vesszük, akkor ott a feministák hát robbantásokat is, meg gyilkosságokat is elkövettek. De hogyha ezzel párhuzamosan megnézzük azt, hogy mi történt Magyarországon, és hogy Magyarországon egy keresztény szemlélet mentén hogyan fejlődött ki a feminizmus, akkor azt látjuk, hogy itt egy békés folyamat ment végbe, és ugye még nyugaton a család ellen hangoltak, és a gyermek ellen, és a házasság ellen hangoltak már akkor a feministák, itt mindig is megvolt a házasság szentségének a fogalma, míg ugye most a 19. század végéről, 20. század elejéről beszélünk. Viszont el kell mondani, hogy itt Magyarországon azért volt szükség a feminizmusra, mert a háború következtében több férfi meghalt, és ezért több nő lett az országban, de egyébként az Európa szerte így volt, mint férfi. Ugye, ahogy mondod, abban az időben még nem tudtak szavazni, de ugyanúgy nem tudtak tanulni, dolgozni a nők, tehát nem volt önálló megélhetésük, jövedelmük. Mi volt tehát a nőknek a sorsa, hogyha nem találtak maguknak férjet, nem tudtak valahol beházasodni, akkor egyetlen egy lehetőség volt, utcalánynak állnak. Most több százezer magyar nőről volt a háború után szó, nyilván keresztény országként ezt nem hagyhattuk, tehát itt ezért jött létre a feminizmus, és ezt teljesen el kell különíteni a nyugati feminizmustól. Ugyanúgy, ahogy a mai nap is, hogyha beszélhetünk valamilyen feminizmusról, ugye ez a fejezeten belül az 5. része, mint alfejezet, egy ilyen fogalmat használok, hogy keresztény feminizmus. Ez a két fogalom ez teljesen ellentétes, de már a középkorban olyan családtámogató és házasság és gyermekvédő törvények voltak, amik sokkal jobban helytáltak és védték a családot, mint a mai liberális törvények némelyike. És hogyha megvizsgáljuk azt is, hogy Magyarországon a nőknek milyen szerepe volt, akár Szent Istvánhoz visszanyúlva, hogy Máriának ajánlotta fel a koronát, miközben felajánlhatta volna akár Istennek vagy Jézusnak, de Máriát választotta, vagy hogy a nők is örökölhettek földet, például ugye ez mind középkorban történt, tehát hogy már voltak akkor is nőknek olyan jogaik, amit most megpróbálnak eltitkolni vagy elhazudni a feministák. Úgyhogy az első hullámban tényleg beszélhetünk ezekről a megérdemelt jogokról, ami a mai 21. században már ugye teljesen magától értetődő, hogy ezek járnak a nőknek Európában, mert azért még mindig vannak elmaradások egyes országokban. De hogy mégis ennek ellenére miért tekintek negatívként a feminizmus fogalmára, és hogy miért mondható el az, hogy ez az első vagy nulladik hullám, ez is egy helytelen irányt képviselt, azért, mert gyakorlatilag megadta az utat tényleg a feminizmus következő hullámai számára, és míg 1945 előtt, bár már a második világháború és a két világháború között már ott megjelent az az erkölcstelenség, hogy tényleg nem akarunk házasodni, és nem akarunk gyereket vállalni, tehát ott már ez elkezdett megmutatkozni, illetve a nők kirívó öltözködése is már helyt kapott, még korábbi években erről szó sem lehetett, de akkor még ennyiben megmaradt az egész. Amint vége lett a háborúnak, előbújt a kodújukból a kulturális marxisták, és elkezdték hirdetni azt, hogy nem csak biológiai, hanem társadalmi nem létezik. Ugye ez is a feminizmushoz tartozik, hiszen a második hullám az ezt tartalmazza. És ugyanekkor elkezdett kibontakozni az az életellenesség, hogy az abortuszt legalizáljuk, ölhessük meg a gyerekeket, hiszen csak anyagi teherként, nem is élő személyekként gondolunk rá, amíg a magzati állapotban vannak, pedig tudjuk jól, hogy pár hetes állapotukban már ugyanúgy dobog a szívük, lélekkel rendelkeznek, ezért is egyébként nagyon támogatandó így napjainkban Dúró Dórának ez a kezdeményezése a parlamentben, hogy mielőtt az anya úgy dönt, hogy a gyermekétől megszabadulna, kivégezni, előtte azért a gyermekének, saját gyermekének a szívhangját legyen kötelező meghallgatnia, hiszen az talán elgondolkodtathatja, ha már ilyen felelőtlen volt, hogy mondjuk 14 évesen bevállalt egy gyermeket, vagy pedig bármilyen más szexuális szabadosság következtében történt ez meg, hiszen az abortuszt azt azért szokták általában elkövetni, mert a szexuális szabadosság és ezek az élvezetek hajszolása, ez a fiatalok számára sokkal előrébb való, mint az egészséges családtervezés, ugye a felelősségteljes családtervezés. Ez is egy nagyon jó szó, amit manapság ritkán hallunk, hogy felelősségteljes gondolkodás, hiszen az, hogy bármilyen felelősséget vállaljunk, ezt szintén elkezdték kiírtani az emberből, ahogy azt is, hogy előre tervezzen, és élünk a mindennapoknak, úgyhogy nem törődünk azzal mással, mi van, tehát egy atomizált társadalom kiépítése zajlik, ami szintén ebbe az egész folyamatba belejátszik. Negyedik témaként olvashatunk a homoszexualitásról. Régen titkolt másság, ma büszke deviancia. Erről szeretném, hogy egy kicsit beszélnél pontosan, hogy mit is értesz ez alatt, illetve arra is rákérdeznék, hogy a pedofíliát is ide soroltad, és hogy pontosan miért is tartozik ide a pedofília. Igen, tehát a homoszexualitás és a normalitás fogalmával kezdem a fejezetben. Először is, hogy tisztázzuk a fogalmakat. Itt akkor kicsit olvasnék is a könyvből, hogy mégis egy objektív szakértői fogalom legyen, ami meghatározza a normalitás fogalmát. A normális, azaz átlagos, rendes, mint kifejezés, tapasztalati vagy statisztikai fogalom. Szexuális tekintetben az élettani célszerűséget jelenti, tehát az egyén, a faj fenntartását és mindent, ami ezt segíti elő. Nem lehet beállítani normálisként azt, ami valójában nem az. Ugye utóbbi mondatot már Dúró Dóra fogalmazta meg. Tehát akinek egy csöpnyi esze van, vagy kicsit is figyelt biológia órán, az tisztában van azzal, hogy milyen van a férfinak és milyen van a nőnek. De most már ezekről kell könyveket írni, és ezt kell elmagyarázni akár az Európai Parlamentben is, mert úgy tűnik, hogy ez mégsem így van. Aztán persze, ahogy az előző fejezetekben itt is az ókoron át a középkoron keresztül vezetem fel, hogy mégis milyen erkölcsi válságon keresztül jutunk el napjainkig. És hogy válaszoljak arra, hogy a pedofíliát ezt miért sorolom ide. 45 előtt, amikor még az ész mentén születtek tudományok, akkor még például a Krafft-Ebing könyv említi, idézem, hogy a nőktől, ugye a homoszexualitásnak három típusa van, az egyik típus a nőktől társadalmi és nemi értelemben undorodók, a második a nőktől csupán nemi tekintetben szexuálisan undorodók, és a harmadik pedig ugye a fiú gyermekek felé szexuálisan vonzódók. És ebbe kicsit jobban belegondolunk, akkor ez teljesen helytálló, de hogy ne csak 45-ről hozza a gondolatokat, hiszen azt mondják, hogy azt a tudást és gondolkodást napjainkban már meg kell haladni, és hogyha én abban hiszek, ami az örökérvényű igazság, én le vagyok maradva a kortól, így akkor hozok a 90-es évekből, vagy akár napjainkból egy-egy adatot arra, hogy a pedofilok tekintetében mégis milyen arányokban megfigyelhető a homoszexuális, illetve a heteroszexuális pedofilok aránya. Ugye itt egy szintén baloldali szerzőtől idézek, és azért ez is hitelessé teszi, hogyha baloldali kutatótól idézem ezeket a dolgokat, akkor ez valóban meg kell állja a helyét. Ugye így fogalmazott 92-ben az említett szerző, a homoszexuálisok közt háromszor nagyobb a hajlam a pedofiliára, és jóval nagyobb a hajlam a visszatérő magatartásra, mint a heteroszexuálisoknál. 89-es, 90-es évek kutatási eredményeit írom itt le, és az a megfigyelhető, hogy mivel ugye a homoszexuálisoknak az aránya a társadalomban 3% alatt van, ebből következik, ugye, hogy 10-szer annyi pedofil cselekményt követnek el, hogyha megnézzük a számok tükrében mindezt, hiszen a pedofil bűncselekmények egyharmadát követi el homoszexuális személy. Ez ugyanolyan statisztikai összehasonlítás, mint ugye a cigány bűnözés és a bűnözés tekintetében. Nyilván vannak olyan pedofilok, akik nem homoszexuálisok, illetve olyan bűnözők is, akik nem cigányok, de azért többségében a bűnözők többsége cigány, a pedofil bűnözők többsége pedig homoszexuális, és ezt ki kell mondani, ezek statisztikán alapuló tények, amiket nem vitathatnak el baloldali gondolkodók sem. Aztán még kicsit maradva így a negyedik fejezetnél, buzibárrá alakított üléstermek. Tehát egy ilyen alfejezet cím talán mégiscsak megbotránkoztató lehet. Talán azt is sugallhatja, hogy a szerző nem rendelkezik egyfajta kultúrával és olvasottsággal, de hát ahogy fogalmaztam, itt nem szabad finomkodni. A 68-as suhancok ülnek most ott az Európai Parlamentben és az ENSZ-ben, és tényleg olyan törvényeket hoznak, amiket erőltetik ránk. Tehát már a 70-es években egyébként ez elkezdődött nyilván, hiszen a 68-as fordulom sikeresen zajlott, a 70-es évektől már azon gondolkodtak nyugati filozófusok, hogy a pedofília az miért is természetes és egészséges, és hogy a gyermek, hogyha a szülővel pedofíliát hajt végre, az tulajdonképpen miért nem probléma, és erről írtak könyveket, egész könyveket, tanulmányokat már a 70-es években, de ez nem állt meg ott, hanem ez egészen napjainkig életben van. Tehát pillanat, és kikeresem azt a... Igen, a 78-ban például volt egy ilyen, hogy Észak-Amerikai Férfi-Fiú Szerelem Szövetség. Na most nyilván ennek a szövetségnek a célja és a terve az volt, hogy a baloldali szervezetként az Európai Parlamenttel és ott Amerikában a balosokkal jóba legyenek, kapják az államtól a támogatásokat, és előrébb vigyék annak az ügyét, hogy a pedofiliát legalizálják. Ez a szervezet ezért jött létre. Sajnálatos módon én úgy tudom, hogy még napjainkban is vannak az ENSZ és az EU-nak olyan alszervezetei, amik nyilvánosan nem megnevezettek, viszont tehát EP-ENSZ-nek vannak szervezetei, azoknak alszervezetei és az alszervezeteknek társszervezetei. Ezek a társszervezetek, amiknek a neveit már nem nagyon ismerjük. Na, ezek a társszervezetek, hogyha például egy ilyen pedofil szövetségként létrejönnek, akkor ugyanúgy a szövetségeseiken keresztül tudják kapni azt a sok millió forintos, sok millió eurós támogatást, amivel ezt a pedofilia legalizálását előrébb viszik. Ezért kell arról beszélni, hogy buzibára alakultak az üléstermek, mert tényleg akik ott bent ülnek, most már Nyugat-Európában is, jobboldali tekintetben is vannak olyanok, akik jobboldalinak hallják magukat, úgyhogy transzneműek. De 2021. decemberi, tehát most nemrég történt, Magyarországon is elterjedt hírként, amikor a Ricardo Simonetti transzneműként, Szűz Máriaként pózolt, és fekete párjával tette mindezt. Na, ilyen személyek gazdálkodnak azzal a pénzzel, amit az Európai Parlament így ugye tagállamoktól is megkövetelne, és fordítják, itt már nem milliókról beszélünk, hanem milliárdokról, a gender kutatásra ezeket a milliárdokat. Most így lehet gondolkodni azon, hogy mi a fenét lehet kutatni a genderen milliárdokból. Hát olvassátok el a könyvet, és akkor talán erre is kaptok egyfajta választ. De beszélek én arról is, hogy most születés vagy szocializáció következtében alakult ki a homoszexualitás, ugye ez is nagy vita. És röviden, a homoszexualitás egy gyógyítható mentális betegség. Erre elolvashatjátok mindazt, amit 45 előtt is írtak a gondolkodók, mindazt, amit 45 után és a 70-es években is. A 70-es években született meg az a döntés Amerikában, egy pszichiátriai társaságnál, hogy elfogadták, hogy 58%-kal egyébként, hogy a homoszexualitás nem mentális betegség. Na most ugyanezeket a kutatókat 77-ben, 5 évvel később, majd így 10 évenként körülbelül megkérdezték az újságírók, hogy most is úgy gondolják-e, hogy ez helytálló döntés volt-e. 73-ban született a döntés, már 77-ben a megkérdezetteknek több mint a fele azt mondta, hogy hát 68-ban volt egy szexuális forradalom, tehát kulturális és politikai nyomás következtében muszáj volt ezt a döntést meghozzuk, különben munkahelyünkről kirúgnak. Tehát 77-ben már ezt elismerték. Úgyhogy amikor erre hivatkoznak a balosok, hogy már rég meghaladták a 45 előtt természetes igazságokat, itt voltak éppen arról van szó, hogy megint csak a politika, ez a baloldali életellenes politika határozza meg azt, hogy mi is a tudomány, és nem a tudomány határozza meg azt, hogy mivel kéne a politikának foglalkoznia. És ez egészen odáig ment, hogy ugye 77-ben akik ott ültek, meg 73-ban ott ültek, azért közülük sokan még mai nap is élnek. És a 2000-es években már egyenesen úgy vélekedtek és úgy nyilatkoztak az akkori személyek, akik megszavazták, hogy ez nem mentális betegség, hogy a homoszexualitás tulajdonképpen az természetellenes és a heteroszexualitás a normális. Eltelt 20-30 év, amikor már nyilván belegondolunk, akkor voltak a tudományos karrierjüknek a csúcsán, most pedig már nyugdíjasként elmondhatják az igazságot, hiszen most már nem kell félniük attól, hogy munkahelyükről őket elbocsátják. A melegházasság, szivárványcsalád, ugye témakörét is megejti a könyv. Ezt röviden már említettük, hogy elfogadhatatlan mindkettő. Sajnos Európában egy negatív tendencia van, mert vagy már valamilyen formában bevezették egyiket, másikat, vagy pedig afelé haladunk, hogy be fogják vezetni. De hogyha nem Európát nézzük, hanem világszerte, azért tényleg vannak még normálisan gondolkodó országok, ahol erről szó sem lehet. Propaganda színtereire kitérek, nyilván stop homoszexuális propaganda, mint azt megfogalmaztuk a Mi Hazánk ifjaival még 2019-ben. Beszélni kell arra, hogy hogyan folyik az óvodai iskolai érzékenyítés, és hogy ezzel szemben hogyan lehet ellenállni. Ahogy itt az egész előadásnak az elején elmondtam, hogy egy az egybe betiltanám óvodába, iskolába a média által is ezeket a tartalmakat, reklámokat is. Itt le van vezetve az, hogy mégis milyen reklámokról, milyen médiatartalmakról beszélhetünk, és aki ezeket így csak végigveszi, ezt a pár dolgot, ami itt le van írva, akkor lehet azt mondja, hogy végül is nem is olyan nagy probléma, hogyha kicsit diktatórikus módon meggátoljuk ezeknek a terjedését, hiszen hogyha család, gyermek és életellenes dologról van szó, a nemzet érdekében történik mindez, akkor ennek természetes módon kellene megvalósulnia. Egy valóban nemzeti és keresztény kormánynál Magyarországon ez nem így van, ahogy Európában egyetlen államban sem, sajnos. Akkor rá is térnék az utolsó témakörre, amely az életellenes 21. századról szól. Van egy olyan alpont, hogy kulturális marxizmus, és hogy ezzel a pontosan mit is értesz, majd lesz még több kérdésem is, szóval. Kulturális marxizmus egy olyan dolog, amiről még az egyetemeken sem nagyon beszélnek. Miért nem beszélnek erről? Mert azt állítják, találják ki, hogy ez nekünk jobboldaliaknak egy kitalációnk, egy összeesküvés elméletünk, és nem több az egész. De bárki, aki kicsit elkezd kutatni, és nem dől be ezeknek a szavaknak, az tisztán láthatja, hogy 1923-ban, amikor a Frankfurti iskola megalakult, akkor többségében marxisták, és ugye marxisták és zsidók együtt járnak, tehát többségében marxista zsidók, ott ezt azért hozták létre, hogy az egyetem falai közé beépüljenek, és egy metapolitikai, kulturális átnevelést hajtsanak végre, és itt kezdett el kibontakozni az, ami 45 után meg tudott valósulni, hiszen azt is említettem itt az egész előadás elején, hogy Adolf Hitlerről azért kell értekezni, mivel Németországban elkezdett kibontakozni a kulturális marxizmus és a Frankfurti iskola, de amint a nemzeti szocializmus hatalomra került, ezek a gondolkodók elmenekültek Franciaországba és elmenekültek Amerikába. Pont ez az oka egyébként az, hogy a 68-as forradalom az Franciaországban bontakozott ki, és ezzel párhuzamosan egyfajta fekete forradalom Amerikában, hiszen ezek a gondolkodók ott már kiépítették a maguk kis bázisát, így ebbe is adok egyfajta betekintést, hogy nemzetközi szinten milyen kapcsolati hálójuk van ezeknek a háttérből irányító kulturális marxistáknak. Foglalkozom egy-két fejezeten belül külön tényleg a kulturális marxizmussal. Ez egy nagyon rövid betekintést ad, de talán ez elegendő tényleg egy alaptudás megszerzéséhez. Ezekről is könyveket lehetne olvasni, bár meg kell mondanom, hogy hogy ez már azért egészen nehezen emészhető. Tehát egy alfejezet címen keresztül csak Antonio Gramsci életéről írok, mint a kulturális marxizmus egyik meghatározó személyéről. Ugye idézek is tőle, ez talán egy tiszta képet ad, hogy milyen személy is volt ő. Lényegi gondolata ez volt, és ezt ő így fogalmazta. Ha a marxisták meg akarják hódítani a nyugatot, azt először kereszténytelenné kell tenni, a keresztény értékeket, így például a szexuális etikát is meg kell semmisíteni, keresztényellenes hangneműre kell alakítani a mozit, a színházat, az egyetemeket. Ez az a folyamat, amit napjainkban is tapasztalunk, és ezek azok a gondolatok és szavak, amik az egészet megtervezték. Annyit még mindig el szoktam mondani Antonio Gramsciról, amikor róla beszélgetünk, hogy ugye ő egy olasz kommunista fiatal volt, aki ezeket a gondolatokat elkezdte terjeszteni. Nyilván abban az időben Olaszországban egy erőskező vezető uralkodott, úgy hívják, hogy Mussolini. Ő szépen be is börtönözte ezt a kommunista filozófust, de ezt el szoktam mondani, hogy talán ez volt a hiba, hogy bebörtönözte, hiszen azokat az alapokat, amikre a későbbi gondolkodók építeni tudtak, azt mindet a börtönben tudta megírni. Tehát ez lehet egy tanulság is a jövőre nézve, hogyha valaki rendetlenkedik, ha valaki olyan gondolatokat terjeszt, amik az következő évszázadokat negatív módon meghatározhatja, akkor itt nem feltétlenül a börtönbüntetés a megfelelő, hogy ezt megakadályozzuk. Olvashatunk egy olyan alfejezetről, hogy legyünk politikailag inkorrektek, illetve legyünk intoleránsak, és hogy erre az ember felkapja a fejét, és hogy pontosan ez mit is jelent. Ugye itt azt kell először is tisztázni, hogy honnan ered maga a fogalom. A PC azt megint csak, és a politikai korrektség és inkorrektség fogalma, az megint csak baloldaltól ered. Itt megint akkor az összefüggésekre így kitekinthetünk. 68-as szexuális forradalomnál ugye nyíltan hirdették a három nagy példaképet, ugye Mao, ugye a kínai kommunista vezér, és Marx, ugye mint az egésznek a megalapozója, és Marcuse, mint a kulturális, illetve frankfurti kulturális marxizmusnak is a frankfurti iskolának az egyik meghatározó személye. Tehát 68-ban ezeket táblákon olvashattuk, nem volt ez sohasem titkolva, hogy egy marxista, és hát a marxistáknak többségében zsidók voltak, akik ezt az egészet elkezdték. Egyébként azért hoztam ezt a gondolatot így elő, mert hogy a Mao Ce-tungtól származik a politikai korrektség fogalma, és ezt ő a kínai kulturális forradalomban használta elsődlegesen, innen vettük át, vagyis vették át a balosok, ugye európai tekintetben. Na de most a politikai korrektség meg a tolerancia is egy olyan eszköz, amit ők, mint kulturális elnyomók, ránk akarnak erőltetni, kényszeríteni, hogy az ő játékszabályaik alapján éljük életünket, de erről beszéltünk, hogy ezt nem hagyhatjuk, hogyha már ilyen formában, és sajnos ez probléma, hogy sok esetben jobb oldalon is észre sem veszi az ember, és átveszi az ő szavukat, az ő szabályaikat, ez probléma, de ezt nem lenne szabad hagyni. Tehát intoleranciára és politikai inkorrektségre buzdítva a fiatalokat és a modern világ ellen lázadni a fiatalokat, az pusztán annyit jelent, mint az életben maradásunkért küzdeni. Nem szabad behódolnunk szavakban sem az ő elnyomásuknak. Azért nem születtek meg ilyen könyvek sem, mint ez, ezt is mondtam, mert egyszerűen féltek a jobboldali gondolkodók attól, hogy mi lesz majd az egészből, ha ilyet kiadnak. De most már ott tartunk, tényleg a bevezető videóban is erre kitértem, meg most is elhangzott már, hogy egyes államokban úgy operálják át a gyermekeket, hogy a szülőket meg sem kérdezik róla, csak utólag értesítik. Hogy odáig jutottunk, hogy ha bemegy, azt hiszem Kanadában van, hogy Kanadában a parlamentbe beülünk, és ott ülsz mondjuk a parlamentben, ezt tegnap előtt is elmondtam, akkor ugye Barnabás ült mellettem, hogyha ott ülsz a parlamentben és látom, hogy hölgyként vagy jelen, és én úgy köszönök neked, hogy én feltételezem, hogy hölgy vagy, akkor már odáig jutunk, hogy a pénzbírság a minimum, amit kaphatok ezért, hogy én mertem ezt az egészet feltételezni, de odáig is juthatok, hogy ha ezt parlamenti kereteken belül teszem, és nagyon megsértek valami queert, vagy transznemű, nem tudom milyen lényt, akkor beperelés a börtönbe is juthatok. Gyermekeket is elvesznek azért, hogyha az iskolai oktatáson kívül az otthonukban mondjuk keresztény módon oktatják Nyugat-Európában, és ha bemegy a liberális iskolában, és mondjuk szünetben elkezd énekelni egy keresztény dalt, akkor az a minimum, hogy kiteszik az iskolából, de arra is van példa, hogy elveszik a szülőtől, hogy miért tanítja a helytelen gondolatokat, miközben megvan adva, hogy államilag, illetve Európai Uniós előírásoknak megfelelően az lenne a normális, mert ugye van egy ilyen előírás is, hogy 5-től 8 éves korukig, ezt ugye az Európai Unió előírta már minden egyes tagállamának, 5-től 8 éves korukig meg kell tanítani a gyermekeknek azt, hogy mi a különbség a társadalmi és a biológiai nem között. Tehát ez örülünk, hogy Magyarországon még talán nincs jelen, de sajnos már most is többet hallanak, és káros módon hallanak ezekről a devianciákról óvodákban, iskolákban, mint kellene. Na de mivel idáig jutottunk, hát akkor nehogy már finomkodjunk. Hát most említetted így a szivárványos dolgokat, akkor azt még feltenném kérdésképpen, hogy van egy olyan szintén alfejezetű vörös szivárvány, és ez pontosan mit is jelent? Tökéletesen leírja, hogy itt nem a... Ugye maga a szivárvány szint is egyébként isteni bibliai jelképként lopták, tulajdonították el, azért ez egy ilyen kis kitérő, de itt nem arról szól az egész LMBTQ közösség, hogy más a szexuális orientációjuk, identitás, nemi identitásuk, és hogy szeretik egymást, mi pedig csúnya módon bántjuk őket, nem egy ilyen ártatlanságról van szó, hanem kőkemény, baloldali, marxista ideológia bújik meg az egész mögött, és ezt mutatja be hosszú oldalokon keresztül a homoszexuális témakörrel kapcsolatos fejezet, de ebben is erre térek ki. És tényleg, amit itt van egy nagyon jó gondolat, hogy Lenin úgy vélte, hogy a proletár forradalomnak megfelelően forradalom közelegben nemi és házassági viszonyok terén is. Ugye ezt is csak azért hozom, hogy Lenin, Sztálin, Marx, a marxizmusnak, kommunizmusnak nagy gondolkodói mind-mind már ezt készítették valamilyen formában elő. Igaz, hogy különböző az ő marxizmusuk, mint a kulturális marxizmus, de a végcél az egy, csak más módon akarták megközelíteni. És hát most is, hogyha már csak a tavalyi Budapest Pride-ra gondolunk vissza, ahogy az antifazászlók alatt vonultak a homoszexuálisokkal és mindenféle LMBTQ személlyel, ez is mutatja, hogy teljes mértékben összefonódik a két irányzat. Bár az antifák mindennel szemben lázadnak, ami valamilyen formában is rendet mutat, és történelmi és egyéb tudások is rendkívül hiányos, de ők is a marxista és baloldali szárnynak az egyik elemét alkotják. Egy jelentéktelen elemről van egyébként szó, hiszen a fő ideológusok a háttérben dolgoznak, de mindannyian egy célt szolgálnak. És a vörös szivárvány az tényleg azt jelképezi, Nyugat-Európában a templomok tornyára kitűzték ugye ezeket a szivárványos zászlókat, régi időben ugyanezt történt, csak akkor a vörös zászlókat tűzték ki. És van még egy olyan alcím, hogy ne vigy minket kísértésbe, és azt kérdezném, hogy ez jelenleg, amiket itt leírtál, az mennyire befolyásolja a 21. századi dolgokat, és hogy pontosan hogy is tartozik ez ide? Ugye ez már az utolsó fejezetnek, utolsó három alfejezete, amiről beszélünk. Itt van egy rövid átvezető rész is, amiben kifejtem, hogy ez már nem tartozik szorosan a nemi identitás válságának folyamatát bemutató részhez, de elengedhetetlen írni arról, hogy ez az erkölcsi válság, ez milyen formában mutatkozik meg a szexuális életen kívül, illetve röviden azért az abnormális perverziókról is említést teszek, hogy ez milyen módon van jelen. Itt gyakorlatilag azt mutatom be, hogy a szabadosság, amit a liberalizmus hirdet, az teljes mértékben összefüggésben és párhuzamban áll azzal a mértéktelenséggel, ami nem csak a szexuális téren mutatkozik meg, hanem ugyanígy az alkohol, a cigaretta, a fű, a drogfogyasztás, tehát minden, ami káros az egészségre, azt mértéktelen módon fogyasztják és hajszolják sajnos a mai posztmodern kor által befolyásolt fiatalok. Így, mivel ez a könyv tényleg fiataloknak íródott, és egy alaptudásként, nyilván egy útmutatásként is szolgál számukra, így Prohászka Ottokár és Tóth Tihamér, mint olyan katolikus papok, akiknek az írásai az én életemre nagy befolyást gyakoroltak, elengedhetetlen, hogy a könyvben megjelenjenek, és már az ő 20. századi keresztény tanításait idézve egyfajta útmutatást adjak, nem csak az én saját szavaimmal, hanem ő általuk is. Ezekre próbálok pár oldalon keresztül rávilágítani, hiszen hozzátartozik tényleg az, hogy az erkölcs megtartása révén születnek az egészséges házasságok révén születnek az egészséges családok, és hogyha ezek nem valósulnak meg, akkor elkezdünk szép lassan fogyatkozni és kipusztulni. Az erkölcsösség megtartása tehát országunk és fajunk megtartását is jelenti, ezért szántam ezt a pár záró gondolatot így útmutatásként az olvasó számára. A könyvben azt olvashatjuk, hogy a Magyar Életvédő kézikönyve első rész, akkor értelemszerűen lesz több része is, és hogyha lesz is, akkor mikor fognak kijönni a következő részek? Ezt a könyvet ugye egy 3-4 éven telt megírni, de minthogy olvastam ezzel párhuzamosan más műveket is, így abban bízom, hogy azért ez a 3-4 év, ez maximum, amit tartani fogok. Próbálok persze 2 éven belül végezni, csak mellette nyilván a politikai tekintetben is van elfoglaltsága az embernek, munkahelye is, nekünk munkahelyünk is van, a párton kívül, tehát nem ebből élünk meg, ez fontos aspektus megint csak, és szerencsére nem sokára megszületik első gyermekem is, úgyhogy vele is természetesen több időt szeretnék tölteni, de 4 éven belül meg akarom jelentetni a következő részét a könyvnek. Úgy, ahogy elindult a válság a vallási identitás válságával, majd a nemzeti és raszbéli identitás válságával, majd következett a nemi identitás válsága, visszafelé haladva most megjelent ez. Következőben a nemzeti és a raszbéli identitás válságáról kell értkezni, tehát hogyha ez nem veri ki megfelelően a biztosítékot a baloldalnál, akkor a következő az remélem, hogy kifogja. Akkor pontosan hány részes is lesz az? Hát most 3-4, mert lehet, hogy akkor lesz egy útmutatás, de most nyilván én ezt az útmutatást, meg alaptudást, amit meg akarok határozni, úgy vagyok ezzel, hogy csak akkor van értelme olvasni és tudást felhalmozni, hogyha ezt át is adjuk. Tehát, hogy mikor ér véget ez az úgynevezett írói pályám, ez a jövő rejtélye. Köszönöm szépen a figyelmet! Tessék, az első kérdés. Téglás Imre vagyok, nem annyira kérdezni szeretném, inkább örömömet kifejezni azért, hogy egy új hullámos, életvédő, nemzetvédő, gondolkodó, bölcselkedő társaság van, mert ugye nem csak az előadó tartozik ide, hanem mindazok, akik itt vannak, mert hiszen önök nem jöttetek volna el, hogyha egyébként nem érdekelnének benneteket ezek a gondolatok. Hát így együtt szeretnélek benneteket üdvözölni, mint a Magyar Életvédő Mozgalomnak talán most már talán az idősebb generációja, és ebből az alkalomból magához a könyvhöz és a szerzőhöz is szeretnék üdvözlő szavakat szólni, és szeretnék átadni egy kis könyveskét, amit mi jelentettünk meg, ez nem tudom, eljutott-e hozzá? Természetesen ezt is olvastam. Eljutott. Jó, Gabriel Kubynak egyik ugye megjelentetett, rövidített változata. Akinek nincs, azt úgy tegye föl a kezét, és akkor még tudok adni. És akinek meg végképp kellene is, azt pedig majd Barnabástól vagy Csongortól megkapja az elérhetősen, tehát szívesen küldök ajándékba.